Friss FM Podcast. Lakókocsik építése, átalakítás lakókocsivá, mindez ráadásul saját erdélyi székely kézből. Vendégeim a stúdióban Szőcs Botond és Szőcs Hunor, a Szigmagum és a Transilvan Life cégek vezetői. Isten hozott benneteket a stúdiónkban. Sziasztok, üdvözöllek titeket. Üdvözlünk mindenkit. A lakókocsi kultúra Erdélyben még épülőben van, mondhatni gyerekcipőben jár, mégis úgy döntöttetek, hogy ezzel foglalkoznátok. Honnan jött az ötlet, honnan alakult ez így, hogy erre indultok el? Hát első körben inkább azt emelném ki, hogy mi is az, amivel foglalkozunk, mert sokak számára ezek a fogalmak nem tiszták, ugye, mert megkülönbözteti a lakóautó és a lakókocsi egymást, mi inkább lakóautókat építünk, ami arról szól, hogy egybelteres, tehát furgonokat alakítunk át lakható felületté, tehát a furgonoknak a szállító részét. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy építünk bele ebédlőt, van benne hálórész, fürdő, konyha és egyéb kiegészítők, akár tévé, akár légkondi pluszba, vagy bónusz érdekességek. Amit mi inkább szem előtt helyezünk, ugye, szokásos és az embereknek megszokott az, hogyha egy lakóautóra gondolnak, akkor azt a tipikus dobozos, felszerelt nagy járművet képzelik el, ami ugye picivel tágasabb, és annak van egy standard beépítése. Mi inkább arra álltunk rá, hogy személyre szabjuk ezeket az átalakításokat, és ne csak magát a terméket adjuk el, hanem tükrözzük vele az élményt, a kalandszerzést, ami nekünk is és családjainknak is fontos, amivel ezt meg tudjuk valósítani, hogy igazán kaland legyen az utazás, és ne legyél kötve töltési rendszerekhez, ezért egy stabilan autonómiát, tehát egy olyan autonómiát építünk az autókba, ami akár egy hetet is bírja bármilyen töltésforrás nélkül, tehát itt a víz és az áram ellátásra kell gondolni, tehát egy olyan akkumulátorrendszerrel és egy olyan víztartályrendszerrel látjuk el az autót, hogy amint mondtam az előbb is, akár egy hetet is szabad, tehát a vadonba el lehet tölteni a lakautókkal. Ez valamennyire személyes tapasztalatból jön, hogy ez így benneteket foglalkoztatott? Van már erre személyes tapasztalat, hogy lehet egy ilyen járgányt megépíteni? Igazából nem volt korábban személyes tapasztalatunk erre. Az egész történet onnan indult, hogy mi erre nem is gondoltunk eleinte üzletileg, hanem magunknak akartunk építeni egy ilyen lakóautót. Onnan jött a dolog, hogy korábban mi szerettünk túrázni, hegyeket másztunk, ilyen kisebb expedíciókra jártunk, cross-motroztunk, enduro-motroztunk, és minden ilyen természetjárós dolgot kipróbáltunk, mint a terepjározás, stb. És mindkettőnk esetében, ugye, ahogy a gyerekek megszülettek, és a család így megalapult, így kerestünk egy olyan alternatívát, ami kényelmesebb, és családhoz közelibb élményt tud biztosítani nekünk, és így döntöttünk, hogy na, építünk akkor egy 4x4-es Mercedes Sprinterbe egy lakható felületet, hogy együtt ugyanúgy el tudjunk menni, hegyeket mászni, túrázni, tavak mellé, stb., és tudjuk vinni a gyerekeket is. Időbe telt ez, mert dokumentálottunk sokat, nehezen találtuk meg ezt az autót is, mert 4x4-es sprinterek azért ritkábbak, egyébként a 4x4-es furgonok dubák, de végül találtunk egyet, és elkezdtük az építését. Emellett mi ugye gumiabroncskereskedéssel, autószervizzel, műszaki vizsgáztatással, tehát minden autóhoz kapcsolódó dologgal foglalkozunk, és így munka mellett így hobbiként elkezdtük ezt a tevékenységet, és onnan jött az egész, hogy miközben dolgoztunk az autóval, közben a gumis klienseink is bejöttek, hogy na, mit csináltok itt, és mivel foglalkoztak, érdekes volt, és komoly megkereséseink lettek ebből, hogy na jó, akkor építsétek át, nekem is van egy dubám, jött egy másik is, neki is építsük a dubám, sőt, miénk egy háttérbe is szorult, mert igazából a történet végére ugrok, hogy a mi autónk lett meg legkésőbbre, és innen indult el a dolog, hogy ebbe így vállalkozás szemmel is így ránéztünk, és úgy alakult, így a dolog hozták önmagukat, és így kialakult egy jó kis csapatunk, és ma ott tartunk, hogy ugye 4 autót elkészítettünk, és ez a kis rövid története annak, hogy indult el az egész dolog. Reméljük, hogy ugyanilyen megkeresésekkel és ilyen sikerekkel tudjuk folytatni, és
nagyjából így ennyi ez. Hol lehet ilyesmire rákeresni egyáltalán? Ti is az a kliens kultúra, aki ezt keresi, hol keresi a maga szépségét, a maga vágyát ilyen szempontból? Igen. A tapasztalat azt mutatja, hogy most ugye volt ez a pandémia helyzet is, úgy egyre többen rákerestek az interneten ezekre az alternatív nyaralás és szabadidő eltöltési lehetőségekre. Olyan is rákerest, akinek eddig ez nem volt életformája, nem kempingeztek, nem sátraztak, nem lakautóztak, de fantáziát láttak benne, és hát ugye az elsődleges Pinterest, Instagramon, Facebookon mindenki így lát egy képet erről, és mi is azt vettük észre, hogy az, ami kapható a piacon ebben a lakautós témában, és amit sugároz az Instagram, Pinterest életérzés, az nem mindig találkozik. El szeretném mesélni azt, hogy voltunk azért ilyen expókon, megnéztünk több lakautót, Düsseldorfban van az egyik legnagyobb ilyen konkrétan, kimondottan lakautós expó, és azt vettük észre, hogy elég sablonos a dolog, mindenki ilyen-olyan kisebb, nagyobb ilyen designbeli alakítást próbál végezni az autón, de maga elrendezésbe, praktikusság használatban nem tudnak kitérni a nagy gyártók, nem tudnak olyan könnyen személyre szabni, se színbe, stb. Viszont az Instagramon, Pinteresten az az életérzés jön, hogy egy kicsit otthonosabb, több fát használó, egy kicsit olyan jobban átadja az életérzést, csak ha megfogalmazódik ez, mikor kimegy a piacra, hogy válasszon egy ilyent, akkor nem azzal találkozik, mint amilyen életérzéssel az Instagramon meg a Pinteresten találkozott. És itt látunk egy olyan lehetőséget, hogy lévén kis cég, és még lehetőségünk van teljesen a kliens igényekhez személyre szabni ezeket a dolgokat. Ebben látunk egy piaci lehetőséget, hogy inkább ezt az életérzést, ezt a formát adjuk vissza a klienseknek. Kicsit óckodunk attól, hogy most valami nagyon modern, nagyon valami sablonosat építsünk. Elsősorban nekünk is ez egy, elsősorban nem is csak üzletként gondolunk erre, hanem na, egy jó kihívásként is, hogy ezt a szegmenset valósítsuk meg, mert ebben van több érdekesség, és úgy látjuk, hogy valóságban a minket megkereső emberek, kliensek is jobban szeretik ezt a vonulatot, ezt az otthonosabb, melegebb és olyan kalandra felhívóbb formáját ennek a berendezésnek. Itt mégis egy álom kell formát öltsön valamilyen módon, hogy egy elképzelés kell találkozzon a gyakorlati megvalósítással. Itt azért vannak limitek és vannak kategóriák. Hogyha ebben gondolkodom, hogy milyen kategóriákat lehet megcélozni, ki mit szerethetne magának, ezt hogy látjuk most szakmai szemmel nézve, mi az, ami ilyen szempontból, lakóautó szempontjából megvalósítható? Hát ugye első körben meghatározza nagyon a furgonnak a méret adottságai, hogy mi fér bele. Persze itt jön még, itt tud beleszólni a vevő, hogy ő saját magára szeretné szabni, amilyen furgont hoz, vagy esetleg mi is csinálunk olyanokat, hogy kész furgonokat adunk át, elejtő végig. Most jelenleg eddig négy különböző típust építettünk meg. Ami az elsődleges, és ahol a mi álmainkat valósítottuk meg, az a Transil Wild Life nevet kapta, azért, mert ő tényleg a vadon felfedezője, itt egy 4x4-es sprinterről van szó, ami gyárilag magasított, és gyárilag fel van szerelve egy diffizárral. Na, abban tényleg egy antik burkolat használatot alkalmaztunk, az egy akár közel kéthetes autonómiát kapott víz- és áramrendszerrel, abba minden kényelmet szolgáló ülés van, utazási lehetőség, és négy személynek alvási lehetőség. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a hátsó ülést azt ki lehet nyitani ágyjá, és a plafonból elektromosan gombbal ereszthető egy másik ágy. A furgon hátterében van a konyha, WC, fürdő, szekrények, és még tévével is elláttuk ezt az autót. Tehát tényleg ez egy olyan kalandautó, hogy bárhova, akár kietlen tengerpartokra, ahol senki nincs, vagy hegyekbe, tavak mellett megáll az ember, és azt mondja, hogy akkor most itt csak én vagyok, és itt felfedezem a vadont, és mégis ott van mellettem az a kényelem, amiről eddig beszéltünk. Ez mellett még van három típus. A következő az a Barae van, az az egyik megkeresésünk személyre szabása. Az egy olyan típusú autó, amit bármilyen méretű furgonra képesek vagyunk alkalmazni, annak az a lényeg, hogy a hétköznapi használataidat is segítse, és akár hosszú távú nyaralásokban is
segítségedre legyen. Ebben 12 voltos rendszer van, csak egy kis konyha, egy kis WC, és két személynek kényelmes ágy, viszont az elrendezése úgy van, hogy a városban használatkor, hogyha cuccokat akarsz bepakolni, amit egyik helyről a másik helyre viszed, tehát ez mindennapos használatra, egy kis csigaház, úgy becézzük mi. A harmadik és egyik legérdekesebb számunkra az a worker van. Ez azt jelenti, hogy ez a munkásautó, tehát ez úgy van megalakítva, hogy egy olyan személyre szabást kértek fel tőlünk, aki külföldre utazik nagyon sokat, és külföldi munkái vannak, és rengeteget kell szállítson az autóval, tehát óriási nagy csomagteret kért, egy kis konyhára volt szüksége, és egy olyan ágyra, hogy ne kelljen panziózzon, tehát ne kelljen örökké pályákról letérjen, panziókat keresjen, csomó időt elveszítsen, akár parkolókba, helybe meg tud állni, vagy ahol munkát vállalt, ott mellette tudjon kényelmesen lakni, ugyanúgy elektromos ágy ereszkedik a plafonból lefele, és egy konyha, amit bármikor ki tud venni, ha nincs szüksége rá, és vissza is tud csatolni. A negyedik, és az egy kicsit a standardokat tükrözi vissza, ez a Diamond van típusú autó, az egy luxus kategóriás autó, tehát ebbe minden megtalálható. Beépített magas fürdő, tusoló, kétféle fűtésrendszer, kétféle hűtésrendszer, nagy plazma tévétől elkezdve, négy embernek kényelmes alvás, tehát ez az autó egy luxus-luxus kategóriának lesz építve. Van, aki ezt szereti, hogy akkor tényleg bárhova elmegy vele, egy ötcsillagos szálloda kényelmét tudja képviselni ez a lakóautó. Felmerül az a kérdés mindjárt, ugye első körül, mi az, ami még tovább fejleszthető, mit lehet még tovább álmodni, nagyon sok mindent elmondatok már itt, mi az, ami még nem hangzott el ezzel kapcsolatban, hol a határ a csillagos égnél körülbelül? Hát ugye, hogy a testvérem is elmondta, jártunk Düsseldorfba és Lengyelországban ilyen lakóautós expókra, és ott tártak fel olyan vevői igényeket, ami nem kimondottan lakóautózásra szól, hanem ugyancsak ezt a kempingezés formát tudja lehetővé tenni, és a vadon felfedezését. Ami tervünk és már kivitelezési folyamatban vannak, az egy off-road utánfutó, azt úgy kell elképzelni, hogy egy egytengelyes kis utánfutóról van szó, a legkisebb modell, amiben két személy kényelmesen alhat, szigetelt, hűtött áramellátás van, és külső csomagtartó részből felnyitva egy teljesen ellátott konyha, vízzel, kagylóval, hűtővel, aragázzal, mindennel. Tehát az tényleg olyanoknak, akik terepjáróval közlekednek az erdőbe, fedezik fel a vadont, és könnyen vontathatnak maguk után egy ilyen kis szerelvényt. Egy sátornak a tömböstettebb, megerőstettebb és kényelmesebb verziója. Amit még nagyon fontosnak és érdekesnek találunk mi is, egy olyan kategória, amit úgy neveztünk el, hogy camping box. Az arról szól, hogy egy kis doboz, amit bedobsz a csomagtartódba, inkább kis buszok, tehát ilyen Vito, Viano, T5-T6 kategóriák, magasabb terepjárók, de egészen el a Duster típusú autókhoz is, a csomagtartóba bedobod, az fel van szerelve automatikusan vízrendszerrel, hűtővel, aragázzal, amit 12 volttal kell csatlakoztatni, a tetején pedig három részből összerakott matrac, hogyha a hátsó ülést előre hajtod, akkor előre tudod borítani, és akkor egy kis mini lakóautót tudsz a saját autódból varázsolni. Na, ezek a terveink, és ebben látunk még rációt, hogy jövőben vevő igények fogják ezt feltámasztani. Ennek az életmódnak így átnézve, hogy milyen lehetőségek is vannak, az is látszik, hogy ennek az életmódnak vannak hozzátartozói, velejárói eszközei. Ilyen szempontból nálatok jó helyre kopogtat-e be, aki például már ezt az életmódot valamennyire megkóstolta, és kereste még hozzávalót, kiegészítőt ez az életmódhoz. Mi is úgy a lakóautóépítés szárnyán gondoltunk azokra is, akik nem pont lakóautóval akarják elérni ezt az életérzést, tehát így a lakóautók, meg campingbox, meg offroad remorka mellett forgalmazunk ilyen camping cuccokat, 12 voltos mikrók, 12 voltos vízmelegítők, kis tartályok, kiemelném itt a 12 voltos kompresszoros hűtőket, amik önálló aksival rendelkeznek, és akár nem csak lakóautósok, hanem halászatot kedvelők, stb. Minusz 20-tól plusz 20 fokig tudja hűtőként használni ezt a ládát, nagyon érdekesek. Mindezek elérhetőek nálunk a Sigmagum helyszínén, berendeztünk egy kis shopot nekik, úgyhogy lehet jönni és lehet matatgatni, nézni. Nagyon sok kis érdekesség van, sok idő még felsorolod az egészet.
figyelmébe ajánlom mindenkinek, hogy tényleg látogasson el, és biztos, hogy mindenki talál akármilyen kis dolgot, amivel élménydúsabbá és érdekesebbé teheti, vagy esetleg könnyebbé a természetjárást, a kempingezést, úgyhogy szívesen látunk mindenkit ott. És akkor az is hangozzék el most már, ha ilyen vendégszeretettel jöttetek hozzánk a stúdióba, és várjátok a klienseket, hogy hol is találunk meg fizikailag benneteket, illetve az online térben, a keresőben hol és mit kell beütni ahhoz, hogy hozzátok jussunk. A Sigmom Kft. Helyszín az Csíkszereda, Hargit utca 89 szám, tehát pontosabban az udvarhelyi kiáratnál balról az utolsó műhely vagyunk, autós gumis műhelyként egy kék-sárga épület. Honlapunk a sigmom.ro, ami a gumis oldal, de van külön a transylvanlife.com oldal is, ahol már a meglévő munkáinknak a fotóit és a munkamenetét meg lehet tekinteni, ugyanúgy a shopról is vannak kint termékek. Facebook oldalunk is van, Instagram oldalunk is van, tehát transylvanlife és sigmagum. Még egyszer köszönöm Szőcs Botonnak, Szőcs Honornak, hogy a vendégeink voltak, és sok sikert a munkához, és sok megrendelőt kívánunk a magunk részéről. Köszönjük szépen. Friss FM Podcast.